Ebben az épületben működik a polgármesteri hivatal Kállósemjénben. Bár voltak rajta kisebb-nagyobb felújítások az utóbbi évtizedekben, a repedések jól jelzik az épület elhasználódását. Az ügyintézést ráadásul a szűk folyosók és irodák, valamint a parkolóhelyek hiánya is megnehezítette. Hamarosan megoldódnak ezek a problémák, ebbe az illusztris épületbe, a Wolkenstein kastélyba költöznek az önkormányzati dolgozók. Ennek köszönhetően a szolgáltatások köre is bővülhet a hivatalnál. Régi álom kezd kibontakozni, ennek az évnek a végére remélhetőleg elkészül, az önkormányzatunk polgármesteri hivatalát szeretnénk átköltöztetni a volt magtár Wolkenstein kastély multifunkcionális épület, tehát több neve is van, de a helybeliek mindenképpen magtárként ismerik, annak az épületének az emeletére. Erre kaptunk támogatást a Magyar Falu program keretein belül 55 millió forint, és szeretnénk méltó helyre átköltöztetni a hivatalt. Ez úgy gondolom, hogy több olyan funkciót is el fog tudni látni a hivatal, amit eddig nem. Olyan feladatokat kaptunk, illetőleg a hivatal lát el, ami mindenképpen szükségessé teszi a költözést. Ez pedig már a Kállósemjéni óvoda épületeinek egyike, amelyet ezekben a hetekben újítanak fel egy belügyminisztériumi pályázatból. 35 millió forintból végzik el a munkálatokat. Az energetikai korszerűsítés részleges energetikai korszerűsítést jelent a Belügyminisztérium támogatásával, illetőleg az önkormányzat saját erejét felhasználva több mint 35 millió forintot fogunk ennek az épületnek a újítására költeni. Itt tetőhéj az a csere, illetőleg a padlásnak a leszigetelése, külső hőszigetelés, egy rámpa építése történik meg, illetőleg a fűtésnek a korszerűsítése. A fejlesztések pedig tovább folytatódhatnak az óvodánál. Az önkormányzat már beadta azt a pályázatot, ami ennek az épületnek a lerombolását és egy új, nagyobb létesítmény építését tenné lehetővé. Erre azért is szükség lesz, mert már most látszik, hogy néhány év múlva 30-szal nagyobb lehet a gyermeklétszám az óvodában.